Üdvözlöm Önöket! Önök a Béria Magyar Televízió első adását látják. Szent István nap a Golden Gate Parkban. Méltón megünneplésre került 1000 éves hazánk. Apa és fia legyőzte a Yukon folyót. Az akaraterő diadala az elemek felett. Magyarországon jártunk. A hímzés reneszánszát éli napjainkban. Huszárok Kaliforniában. A huszárság fortéjai. A futballlabda szerelmesei Székesfehérváron jártak. Egy napra magyar zászlót fújt a szél a San Franciscó-i városházán. A következő pár percben visszatekintünk a Szent István napi ünnepségre, ami idén is a Golden Gate Parkba került megrendezésre. 1957 vagy 58 óta tartjuk augusztus 20-át itt San Franciscóban. Nem én voltam az, aki elkezdte, én 1991 óta rendezem. Augusztus 20-a, amit itt rendezünk, az az amerikaiak felé irányul, és mivel San Francisco a környéknek az epicentruma, tehát itt tartjuk meg augusztus 20-át, és nagyon sikeresen, mert éveken keresztül legalább 3-400-an megjelennek. A legtöbbjük tulajdonképpen amerikai, sok magyar is van közöttük, de amerikaiak jönnek és hallgatják. Mivel készültetek a mai napra? Mai napra egy szilárdsági koreográfiával készültünk. Ezt a koreográfiát már Üdestova 2,5 éve gyakoroljuk, 2,5 éve van meg. Magát a táncanyagot 3 éve tanuljuk. A második számunk pedig egy mezőségi improvizáció volt, tehát szabad táncolás, és a végére egy kis férfi kötött sorozat. Szent István nap ugye a nemzeti ünnep miatt sokkal nagyobb megtiszteltetés az együttesnek, különösen a magyar együttes tagoknak egy ilyen eseményen fellépni, csak úgy, mint mondjuk egy március 15-i ünnepélyen, vagy egy október 23-ain. Nagyon sokszor hívnak minket esküvőkre, öregek otthonába. Itt azért, itt megcsináljuk a fellépést, persze örömmel, de ilyenkor egy nemzeti ünnepen fellépni egészen más. Milyen rendszerességgel találkoztok és táncoltok együtt? Hetente egyszer van próbánk. Péntek esténként Belmontban 8-tól 10-ig, és nyáron általában szünetet tartunk egy-két hónapot, most fogjuk majd ismét elkezdeni a kemény próbát. Most erre az előadásra egy próbát áldoztunk, egy próbával készültünk, igazából ezek lábon lévő táncok voltak, tehát benne volt a táncosokban, ezt csak át kellett nézni egy picit. Thank you.
mióta vannak huszárok itt Kaliforniában? Hát az első Kaliforniai Huszár Regiment, ami mi regimentünk, az 2000-ben lett megalapítva, tehát most már 16. éve csinálják ezt a műsort. És ez az amerikai és a magyar kultúrának összefonódásának a kidomborítására van alapítva. Általában évente 5-6 alkalommal ilyen zenés, lovas műsorokat szoktunk csinálni, és általában mindig egy kicsit tanítjuk is az embereket olyan dolgokra, amit az átlag ember nem tud, hogy elfelejtett, vagy sose tanult meg. Például az, hogy 1776-ban az amerikai lovasság a George Washingtonnak egy karszakos származású Kovács Mihály nevű magyar huszártiszt képezték az amerikai lovasságot, és alapította meg tulajdonképpen. Más 1945 pedig a magyar áttenyésztők Kisbérről, a Bábonnáról és Szilvásváradról az összes lovagot törzskönyvesztől kihozták, és odajánlítkozták General Pattonnek, hogy mentse meg az oroszok elől, és a gyönyörű magyar lovaink, a Bábonnás számlás sajgja lovak, ami lovagolunk, azok így maradtak meg. A regimentnek 12 huszárja van, ebből 3-an vagyunk magyarok sajnos, de az amerikai nagyon-nagyon szívesen és nagy örömmel lesznek részt a programjainkban, és mindig valami érdekes, színvonalas, van magyaros, van szenvedélyesen magyaros programjaink vannak, és azt nagyon szeretik. És általában Kaliforniában szoktunk utazni, de voltunk már Washington DC-ben is, a magyar, amerikai kongresszus által meghívva, és ugye a magyar nagykövetség által is meghívva az elmúlt években, és nagyon szeretjük, amit csinálunk. És elsődleges másik a célunk is pedig az, hogy fiatal embereket, fiatal diákokat, legtöbb sokan amerikaiaknak számítanak, de magyar háttérrel, ahogy oktatunk, tanítunk, és a huszáros lovagási módra, meg a magyar kultúra megőrzésre buzdítunk. Mi a huszárnak az erőssége a csatában? Hát ugye a huszár hagyomány az egy magyar ajándék a világnak tulajdonképpen. Ez egy harcászati módszer, ahol minden természet előnyt felhasználva villámszerű, rajtacsapásszerű ütést szoktak menni az ellenségre. Ezért van, hogy az huszárok 10-20-szor nagyobb ellenséget is szembeszállnak, és általában győzelmesen kerülnek ki belőle. Na most, ennek a ütőképességnek a két legnagyobb dolga, a titka, ugye a huszárok a szabjája és a lova. A magyar lovak azok rendkívül szívós, rendkívül gyors lovak voltak. Ez a kard, amit jelenleg itt látunk, ez egy 1720-as magyar szabjának a hűmása, mint méretre, az én test méretemhez lett hozzámérve, ugye 38 inch hosszú, és majdnem egy méter hosszú, és a régi módszereket kiképezve, damaszkuszi acél mintáját megedzve, és bele van savval visítve, az, hogy az hazáért, és a másik oldalra pedig a régi írás szerint és böcsületér. Ez egy kiló 10 deka a szabvány lovasági kard, és nem csak az eleje, hanem a foka is meg van élezve, kb. Egy ilyen 20 cm hosszan. Most ennek az előnye az, hogy amikor ugye a ló az kb. 45-50 km-es sebességgel megy, és ha valakivel a huszár odahúz a szabjával, akkor a lónak a sebessége végighúzza, egy embert kettévet vágni egy húzással mindenkülönösen probléma nélkül, tehát hihetetlen, erőteljes a pusztítást lehetett vele végezni, a lónak a sebességét hozzáadva. A másik pedig az, hogy a test, tehát mint említett, 40-50, terepen 40-50 km-ről sebességet vágtató ló, az a régi időben az egy ilyen félelmetesen gyors sebesség volt, és nem utána védelmezés. A következő riportunk a Kabai családról szól, akik legyőzték először a fáradtságot, a hideget, majd végül a Yukon folyót. In 2014, Imre embarked on an incredible solo adventure down the Yukon River in an inflatable rubber kayak. He spent 4 weeks paddling 1500 miles far out into the wilderness of interior Alaska. He overcame hypothermia, exhaustion, and even a charging grizzly.
Unfortunately, I was hit by unexpected storms and I had to finish early, about 300 miles before the Bering Sea. I came home determined to try it again. Imre and Peter started training for Yukon Gold last October. They train up to 4 hours a day. Training on the ocean can be a lot of fun. Mielőtt megtudnánk, hogyan végződött a második kísérlet a Yukon meghódítására, annyit el kell áruljunk, a Kabai családnak nem ez volt az első veszélyes kalandja. This isn't the first adventure for the Kabai family. In 2009, Imre flew an ultralight plane around California. The following year, he flew a powered hang glider over the Northern Rockies, likely the smallest aircraft ever to make this crossing. The same year, Imre rode his motorcycle to Alaska, all the way to the Arctic Ocean. This is when I fell in love with Alaska. Two years later, Peter biked the 400-mile Dalton Highway in Alaska. It's a dirt road between Fairbanks and the Arctic Ocean. Once again, it pushed my limits, but it made me want to return and see more of the Alaskan wilderness. Peter has had his own share of adventures too. In 2012, he and his younger brother got two bicycles and two one-way tickets to New York City. És igen, a Kabai család végül legyőzte a Yukon folyót. A nagy kaland után fogadták stábunkat Gírói otthonukban, ahol felelevenítettük az út csodálatos szépségeit és nehézségeit is. Miért pont a Yukon? Egyrészt, mert nagyon nagy folyó, másrészt meg a Yukonon be lehet menni Alaszkának a legvadabb, érintetlenebb vadonjába. Úgyhogy a kombinációja ennek a kettőnek nagy és vad. Mi volt a legnagyobb kihívás az egész út során? Szerintem felkelni és kimászni a hálózsákból a nap elején, tudva azt, hogy még akkor 12 vagy 14 órát kell evezni, és fázni fogunk, meg mindenféle. Tehát olyankor a legnagyobb vágya az embernek, amikor evez, az, hogy benn legyen egy meleg hálózsákban, úgyhogy kimászni a hálózsákból az a legnehezebb. Milyen veszélyhelyzetekre készültetek fel? Hát egyrészt vittünk puskát, nem úgy, mint két évvel ezelőtt, és gyakoroltunk is a kenuban is, meg előtte is lőpályán. Reméltük, hogy nem kell használni, de olyan sok a medve, hogy jó, ha van. Azon kívül a mentőmellényt mindig hordtunk, és a mentőmellény zsebében volt egy csomó dolog, például a space blanket, tehát ilyen melegítő, meg tűzgyújtó felszerelés, rakéta,
amivel meg tudtuk volna oldani a dolgok egy részét. Tehát a mentő mellény, a dry suitot hordtunk, tehát egy száraz ruhát, azon a mentő mellény az összes felszerelés az olyan volt, mintha egy ilyen kis önálló csónakod lenne. Tehát ha elveszíted a kenut, felborulsz, akkor is még egy kis önálló úszó sziget vagy. Ez volt. És aztán vannak a triviális dolgok, például, hogy ne égj le, vagy a szúnyog nagyon sokat csíp, meg ilyesmik. Tehát vannak dolgok, amik nem annyira veszélyesek, de nagyon lefárasztják az embert, hogyha nem figyel rá. Milyen a hazatérés egy ilyen hosszú út után? Hát nagyon jó hazajönni, ugyanakkor meg rossz ott hagyni a lyukont. Tehát jó is, meg rossz is. Persze egy ilyen út után az embernek idő kell, hogy feldolgozza mindazt, amit látott, meg amit átélt. Azt hiszem, hogy a legérdekesebb az az, hogy hazajön az ember, és akkor van friss víz, meg étel, elég ennivaló, tehát azok a dolgok, amit a mindennapjainkban természetesnek veszünk, azok Alaszkában nincsenek, és amikor hazajön az ember, akkor van nagy öröm még egy pohár friss vizet is meginni. Úgyhogy minden felértékelődik. Thank you for calling the car clinic. How may I help you? Ha bármi problémájuk van az autójukkal, nyugodtan hívhatnak bennünket. Hétfőtől péntekig nyitva vagyunk reggel 8 órától este 6 óráig. Szerdán és szombaton 6 órától várunk a Cooper Parkba. Gyertek minél többen! A San Francisco Hungarians foci csapat a Videóton vendége volt. A San Francisco Hungarians labdarúgó csapata a Videótonhoz látogatott el elsőként, az idei magyarországi turnéja során, ápolva a barátságot a két csapat között. Volt, aki szinte hazaérkezett ide. Meleg hangú bevezetőt mondott Csongrádi Ferenc volt 24-szeres válogatott labdarúgó, majd ebéd után a két csapat közösen megnézte Azurák Csaba az utolsó kupa döntő című filmjét, mely a Videóton 1985-ös nagy meneteléséről szól. Különösen nagy élmény volt a vendégeknek, hogy a filmet a sikert kivívó futballistákkal nézhették meg. A kaliforniaiak és a Videóton öreg fiúk ezúttal nem tudtak megmérkőzni egymással, mert a stadionban jelentős átalakítások zajlanak. Erről kérdeztük Bencsik Istvánt, az MLS Fejér megyei igazgatóságának elnökét. Ez a stadion
egy 14.400 fő befogadására alkalmas UEFA 4-es licenc alapján jóváhagyott stadion lesz, amely kiszolgálja a legmagasabb igényeket is. Ennek körülbelül költségvetése 12 milliárd forintra tehető. Egy nagyon jó helyen lévő, a környezetbe illő, egy nagyon modern stadion lesz. A rendezvény záró akkordjaként a vendégek átadták ajándékaikat, majd egy csoportképet készítettek az esemény megörökítésére. Egy vízvezetékszerelő, aki hobbiból hímez. Bogyiszló. A Duna mellett egy csendes kis falu Tolna megyében. Régi időktől híres örölt paprikájáról, népviseletéről és hagyományőrző népi együtteséről. Az égkel más kis angyalom, a legszebb lény a falunkba. Itt él családjával Rácz Ferenc vízvezeték szerelő, akit hobbiáról, a hímzésről kérdeztünk. Én alapból víz- és fűtésszerelő vagyok, és a szomszédos városban dolgozom egy vízműnél, és esténként, hogyha hazajövök, akkor tudom, este 7 órától 8-ig, 9-10-ig addig hímzek, még bírja a szemem. Korosztálytól függetlenül kisbaba badit hímeztem, idős néniknek is hímeztem már, mondjuk terítőt. Inkább úgy van, hogy a külföldön élő magyarok, akik a legtöbbet kérik, de az országban is nagyon sokat hímzek. Általában milyen ruhadarabokra kérnek hímzést? Hát most a tornacipő az nagyon megy, női ingre inkább. Tulajdonképpen miket hímezel? Hát én a kalocsai mintát általában, de szeretem felkutatni itt a helyi bogyiszlói motivumokat, ami szerintem nagyon szép, és hát már majdnem 100 évesek ezek a motivumok, amit ugye nagyon sokan nem ismernek. Mennyi idődet veszi el ez a munka? Hát általában, hogyha ugye hétközben dolgozom, hazaérek kicsit a családdal, és akkor olyan, tudom én, este 7 órától egy ilyen 9-ig, fél 10-ig hímzek. A családodban volt valaki, aki ezzel foglalkozott, vagy honnan jött ez az ötlet, hogy te ilyeneket fogsz hímezni? Hát ezt édesanyám tanította meg 14 éves koromban. Úgy hívlik, hogy lesz a családodban, aki követi ezt a dolgot. Igen, hát a nagyobbik lányom, ő most 12 éves, hát most már 2 éve körülbelül, sőt már inkább 3 éve tud hímezni ő is. Volt 2013-ban egy kiállításunk apa és lánya hímzései címmel meghirdetve. Hát ő is most már azért szatyrokra is, táskákra, szatyrokra, terítőkre, sok mindenre hímez, ügyes keze van neki is, és most már a kisebbik lányom, aki 8 éves, őt is próbálom tanítgatni. We'll be right back.